Sokan látogattak el Salgótarján főterére augusztus 26-án szombaton, hiszen ekkor rendezték meg a belvárosi nyárzáró bulit. A korábbi évekkel ellentétben a Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont nem csak egyetlen helyszínen készült nyárzáró rendezvénnyel, hiszen Salgótarján északi és déli város részeiben is különálló programokkal búcsúztatták el a nyarat. A főtéren a tikkasztó meleg ellenére sokan várták Szulák Andreát, aki a színpadra lépve csodálatos koncertet adott a salgótarjáni közönségnek. A színpadi programok mellett a gyerekeket népi játszóház, hangszerbemutató és hangszerkészítés várta. A későbbiekben Vastag Tamás és zenekara szórakoztatta a kicsiket és nagyokat egyaránt. A remek nyárzáró rendezvénysorozat szeptember 1-én Zagyva Pálfalván folytatódik.